A medve. A plüss állatok közül a legnagyobb vonzereje. Talán a maciknak van a gyerekek számára. Mindig puhák, kellemes tapintásúak. Némelyikük ennivalóan hatalmas pocakkal. Alig várják, hogy a barátaink lehessenek. Az igazi macik közül vajon melyikről mintázzák a játékmackókat? A medvére gondolva, elsősorban a barna maci jut az eszünkbe, amint komótosan az erdőben cammog, málnát keresve, vagy esetleg fára mászik, édes méz után kutatva. Amikor pedig az édességektől kellően meghízott, elbújik a barlangjában átaludni az egész telet. A tavasz közelettével általában egy kicsit előbújik, de ha túl hűvös van, már fekszik is vissza. Játékmackó persze nem csak barna maci lehet, hanem akármilyen, például a mosó maci, aki elég huncut. Gyakran jár az ember közelében, és közben ezt-azt elcsen. Aztán a hófehér jeges medve, aki igazából egy óriás maci, ő a legnagyobb a medvék családjában. Vagy a kerek panda sem kicsi, ő a méz helyett inkább bambuszt eszik egész nap. Neki van egy ritkább kis testvére is, a vörös panda. Persze remek játékmacit lehet mintázni az édes koaláról, aki igazán kiváló modell ehhez. Hiszen általában mozdulatlanul ücsörög. A medvebocsok közül pedig, hát mindegyik nagyon aranyos. Akármilyen fajtát is választunk, egy macival mindig vidámabb a játék. Jó érzés vele aludni, és nagyon könnyű örökre megszeretni.